A megnyitó ünnepségen részt vett Szepesi Tibor polgármester, valamint Ládiné Roncsek Ilona az iskola nyugalmazott tanítója, a Roma projekt megálmodója. Nagy örömömre szolgál, hogy immár 12. alkalommal, de utolsó alkalommal megrendezett Roma projektünkre. A város többi általános iskolájából is nagyon sok érdeklődő volt, úgyhogy nem lehet panaszunk. Sok-sok rajz érkezett a pályázatunkra. Remélem, hogy az elmúlt 12 évben minden iskola, minden tanulója megtalálta azt a részt, amivel be tudott kapcsolódni ebbe a különleges programba. Bízom benne, hogy mindannyiunk számára nagyon hasznos volt. Én annak találom. Minden évben volt valami új, amit újból megtanultunk, megtudtunk egymásról. Mindenképpen hasznosnak tartom a cigány kultúra fennmaradásáért tett lépéseket. A többnapos program sorozatban szerepelt több városi és iskolai sport és kulturális verseny, de volt kiállítás megnyitó is. A Roma projekt zárásaként pedig családi napot tartottak az iskolában. Az elmúlt napokban sok minden történt, kézműveskedtünk már, volt már játszóházunk, volt kézműveskedés, a mai napra kizárólag azt terveztük, hogy a finom tyúkos káposzta kóstoló után a szülőkkel, a gyerekekkel együtt zenét hallgatva beszélgetünk, kibeszéljük a napi gondokat, ami esetleg nem is az iskolához tartozik, pletykálkodunk, amit ilyenkor kell egy jó hangulatú délután. A megjelent szülőknek, nagyszülőknek a diákok irodalmi műsora után Molnárné Balogh Éva tanítónő idézte fel és mutatta be fotókon az elmúlt 14 év alatt megvalósított Roma programokat. A megnyitó után közös beszélgetésre, táncra, játékra és közben a jellegzetes roma étel a tyúkos káposzta megkóstolására hívták meg az iskola vezetői, a jelenlévő szülőket, gyerekeket.